Hello, szia, szevasztok! Nos, visszatértem egy újabb CMS videóval, így szépen a Farming Simulator, illetve az Assassin's Creed mellett. Természetesen folytatjuk tovább akkor a restaurálásokat, és egy nagyon szép cukorfalat pink kocsival fogjuk ma folytatni. Méghozzá az in-game nevét, hogyha jól olvasom, az egy Luxor Gold Trail. Mint aranyút. Vagy aranyvonal? Nem tudom. Na mindegy, a lényeg, hogy a valódi neve elvileg, amiről mintázták, az egy Cadillac Eldorado? Ha jól emlékszem, igen. De azért nézzük is meg csak a pillanat kedvére, azt hiszem... Ah, ott is van ráadásul. Na várjunk, kéne az évjárat. 65-ös. Nézzük, 65-ös. Csak hogy ugye, mert általában az évjáratok azok jók szoktak lenni, tehát azok passzolnak. Abban legalább hitelesek egyébként, hogyha az autónevekben nem is. De egyébként igen, tehát azért eléggé hasonlít rá, de szerintem majd a restaurálást követően visszanézünk rá, amikor már tényleg nem egy rozsdahalmazként látom, és vagy hát látjuk, és megnézzük, hogy mennyire hasonlít, főleg ez rohadt jól néz ki. Fogalmam sincs egyébként hirtelen, hogy filmben volt-e bármikor is ez az autó. Nem baj. Na. Nézzük is meg akkor először, kezdjünk neki. Ugyanis nagyjából 35 autó van még hátra ezzel együtt az alapautók listájából, úgyhogy van még mit restaurálni. Kíváncsi leszek, hogy érkeznek-e majd még ilyen meglepetés autók, hogy mondjuk nézek egyet, hogy jó, hogy ez is benne van a játékban. Még ha csak egy hasonmás is, de azért meg fogjuk őket nézni. Közben persze majd jövök szépen Farming Simulator videókkal is, egy-két dolgot már csináltam, van egy-két fejlemény egyébként a farmon is, ott is szépen haladunk előrefelé, bár elég lassan, mert hogy közben próbálok ismerkedni a Courseplay-jel, illetve a Autodrive-val. Mert ugye a kettőt együtt akarom használni, szinte úgymond automatizálni a farmat, ugye ez lesz úgy nagyjából a cél, hogy tényleg minimális effortot kelljen ráfordítani a farmra. Én szépen törőt dolgozhatok majd a állatkákkal, meg azoknak a dolgait intézhetem, de minden más gyűjtögetés, meg ilyen termény betakarítás úgymond az automatikusan történjen. Na, először is akkor dobjuk át az emelőre, és nézzük meg akkor, hogy néznek ki mondjuk. Hát akkor az alkatrészeket azt leveszem, és nézzük meg a jó kis debug modunkkal, milyen lenne. Teljesen fullosra azban, hát igen, na azért így már jobban néz ki. Még nem tudom mennyi volt eredetileg, bakker. Nem igazán tudom összehasonlítani, de ez azért már jobban látszik. Hogy a jobban látszik, hogy megette a rosda. Az viszont érdekes, hogy ez a ponyva tető azt hiszem olyan kategóriás talán, de lehet, hogy nem is. Aha, ez inkább ilyen bőr ponyva tetőnek tűnik nekem. Na mindegy, hát szép egyébként, a rozsda az továbbra is jó rajta. Annak a grafikáját legalább rendesen megcsinálták. Jó. Mint mondtam, a színén nem fogunk változtatni, tehát ez most totál ilyen lesz. Szépen. Biztos volt egy hölgy tulaj, aki leszárta az autót, az kidobta a francba, miután összeveszett a pasiával, vagy ilyesmi. Ja igen, még egy beltéri takarítást kéne neki itt dobni. Gondolom, igen, mert hát, ja, tehát a beltér az fekete volt, nem pedig ilyen vanília színű, mint ahogy a tető. Most csak por volt konkrétan ott. Na, ezt követően akkor megcsinálhatjuk szerintem a belteret, ha már itt is vagyunk. És említettük. Há, na ez legalább két fajta szín, ez már jobb egy picivel. Na, a saját kormány? Aha, saját Gold Trail kormány, nice. Nem rossz. Nézzük, vannak-e tuning elemek? Nincs. Hát ez gyorsan eszkalálódott, kérem szépen, úgyhogy nincs. Nézzük az alapalkatrészeket. Hát... semmi extra, mondhatnám. Teljesen alapalkatrészek. Ez a hátsó lámpa azért az pofás. Van itt egy lökhárító szépen. Oké. Jó, rendben. Hát mivel minden alapalkatrész is, szerintem mehetünk is. Végig az összesen egyenként. És az a baj, hogy itt most muszáj lesz ugye a krómozott alkatrészekkel menni, mert hát nincsen más választási lehetőség jelenleg. Króm, lökhárító, stb. Mondjuk ehhez más nem is tennék fel, tehát ez így pofás.
Hoppá. Na cseszt ki, hát komolyan mondom. Sikerült már megint rosszat felrakni? Aha, igen. Csodás, nem baj. Most már jó. Egy csomagtartó is szépen, lökhárító, mi van még? Hát itt van akkor a hátsó lámpa. Érdekes, a hátsó lámpa, a lökhá... Na ez mondjuk egy érdekes style, hogy a lámpák alsó részei egészítik ki igazából a hátsó lökhárító alakját. Ez mondjuk jó. Jó kis autó volt az a maga idejébe, egyébként. De basszus öregem, mekkora autó volt tényleg, milyen hosszú volt, basszus. Ez kész. Na nézzük azt a motort. Jaj, tényleg azt sem néztünk meg. Jó, nem baj, most már megnéztük, config 1 van, úgyhogy nincsen változtatási lehetőségünk konfigok között. És egy V8 egykarburátoros van alapból benne. Hát ennél az autónál szintén nem akarnám ezt változtatni, úgyhogy maradjunk is ennél. Azt mondom neki, hogy meg is veszük akkor ezt a motort egy az egyben. Nagyon jó. Menet közben pedig nézzük azt, jó, olajteknő nincs, olajat nem kell engedni, sebességváltónk van. Jó, akkor most még nem tudjuk kiszedni azt a motort, semmi baj. Akkor inkább pótoljuk ki itt ezeket. Várjál. Jó, oké. Mi van még? Radiátor, igen. Aztán van itt egy szervó, egy szélvédőmosó, azt figyeld! Ilyen régi autóban szélvédőmosó ma volt. Nice. Oké, akkor a motortér egyelőre az így megvan. Azon kívül, hogy majd a motort azt ugye ki kell cserélni, de előtte akkor nézzük azt a futóművet. Illetve nem tudom, itt most az alkatrészek között, ja, hát ugye a motor ott van, úgyhogy nem adható el. Jó. Hát ahogy elnézem, mind a négy helyen van kerék, mind a négy kerékünk megvan, és egy méret, úgyhogy vehetjük is mind a négy darabot. Na ez viszont már megint, ó, és a Bowen felnit kapta. Na várjál, ezt megnézem, nézzük csak meg, van esetleg Gold Trail felni? Mert az egy dolog, hogy itt most egy Bowen van, de nincs, nincsen Gold Trail felni. Hát akkor megkapja a Bowenét. Bár mondjuk valami más is kereshetnénk a helyen, de hát... Mert igazából bármit fel tudunk rakni. Tehát ez a poén egyébként, hogy itt nem kell törődni ilyen, ezeknél az autóknál semmilyenek-e, hogy amik ugye általános felni vásárláskor mindig feljönnek ugye ET-szám, izék, furatszám, furatméret, stb. Tehát egy mélység, ilyenek. Itt föl sem merült. Minek? Ugye minek ilyesmivel törődni? Itt úgy megy a kerékcsere, mint a legózás. Minden kompatibilis mindennel. Ami mondjuk, ó, figyeld már, kaptunk egy hármas kombót. Mind a három bemarrozásodon, mint a szar. Szóval, ja, tehát ebben a játékban így megy. Minden kompatibilis mindennel. A bezzeg, amikor ténylegesen el kell vinned az autódat mondjuk valami szerelőhöz, vagy valami, akkor egyből mondja, hogy ja, hát az nem lenne jó hozzá, az nem lenne jó, nem kompatibilis, nem kompatibilis. Vagy amikor tuningot csinálsz az autódon és el kell menni mondjuk egy tüvengedélyért, ezt akkor bizonyítani kell azt, hogy mondjuk a gyártó által jobbá hagyott a tuning alkatrész az adott járműhöz, meg stb. Akár egy lengéssillapító, akár egy bármilyen futómű alkatrész. Tehát hihetetlen, hihetetlen. Ezekre ezzel kell a hangsúlyt fektetni, de arra nem, hogy mondjuk az utak azok normálisak legyenek. Tehát az autód az feleljen meg minden retkes faszon mindennek, de az utak azok meg az meg olyan, mint hogyha egy kibaszott kengurún lovagolnál. Tehát, hogy... És akkor nyom, izé baszakodnak itt a műszakikkal, meg a mindennel, azért érdekes, nem? Tehát ez így ez a... És ez most nem csak Magyarország, tehát a németeknél is ugyanilyen fasság megy, bár ott legalább normálisak az utak. Tehát ott basszus egy német autópálya tükör sima.
azon végigmész, nem érzel semmit. Még a legkisebb követ se érzed meg, amin átmész. Tehát nem úgy van, mint itt. Hogy úgy mész itt, mint nálunk az M7-esben az meg, hogy konkrétan hol is kápolnásnyék, vagy hol a faszom környékén kell mindig lassítani, mert olyan huppanó van ott, baszki, hogy repül az autó. Tehát, hogy... De azért feleljen meg az autód a műszaki elvárásoknak tényleg. De az útnak a műszaki állapota, az bezzeg senkit nem érdekel. Minek? Az minek? Végem még nem az úton megy az autó, nem, repül bazd meg, tehát így... Nem is értem. Na mindegy. Szépen szerelgetjük, restaurálgatjuk, alkatrészek elvileg megvannak, remélem mindent megvettem. Továbbra is igaz, hogy ha nem, akkor majd menet közben megvesszük őket. De nézzük, akkor mindjárt kész is van az első futómű rész, azt leszámítva, hogy még sehol se vagyunk. Na jó, oké. Na várj, ezt nem tudom, megvettem-e, úgyhogy ezeket megvesszük, illetve a bölcsőt, azt sem biztos, hogy megvettük. Illetve a gumipenselyeket még másik oldalon nem szedtem ki, ha jól látom. És persze, hogy az utolsó meg még be is van rohadva. Jó, na így most már rendben van. Akkor nyomunk egy kardántengelyt még gyorsan. Aztán egy sebesség. Opp, egy önindító is hiányzik, azt is azért most megveszem. Jó, oké. Nem, ezt nem szedem szét. Hát. Hova, Pista, hova? Inkább ezeket a kipufogókat itt már... na várjunk. Ezt nem rakom még föl, csak megveszem. Ezek viszont mehetnek. Van egy olyan érzésem, hogy nem engedné, hogy beszereljük a motort, meg ki se. Hogyha az a kipufogó ott van, sőt, biztos, hogy nem, mert az már elvileg csatlakozna a motor blokkhoz, ha ott lenne most éppen a leömlő, de nincs ott. Ettől függetlenül szerintem a játék rohadtul nem engedni, de egyébként ezt most baszki leteszteljük. Mi van akkor, hogyha ezeket felrakom úgy, hogy egyébként fizikailag, tehát semmihez sem kapcsolódik. Nézzük meg, engedi-e. De előtte szétszedem gyorsan a hátsó utóművekkel is. Ha jól látom, hogy üzemeltartály is hiányzik. Yep, jó, akkor azt is gyorsan pótoljuk, ha már itt vagyunk. Na, egy cí, engedd már a szerelést. Jó, ebből is kettőt, ebből négyet. Jó, na az első oldal, egyik oldala még is van. Nézzük a másikat. Jó, oké. Na, akkor most mivel a motort azt ki kéne szedni, teszteljük is le, mert utána visszaemelem, akkor, ja, akkor meg is csináljuk a futóművet. Nézzük akkor, hogy engedi-e. Gondoltam, hogy nem fogja engedni. Tehát ez egy ilyen fix trigger, ami rajta van. Annak ellenére, hogy fizikailag nincs összekötve, kurvára nem engedi. Pedig egyébként simán engedhetné, mert fizikailag nincs összekötve a kipufogó jelenleg. Azon kívül, hogy keresztül jön a grafikán ott is. Bár mondjuk úgy nagyjából egy elfogadható pozícióban jön keresztül egyébként. De itt az alváz jól meg van csinálva. Itt is... Na, itt ki van vágva? Nem, baszki, a kipufogó, ez is benne van az izében. Ó, édes Istenem! Komolyan, nem igaz. A kipufogó fele konkrétan belelóg a textúrába. Hát végül is... Ülés-fűtés. Nem tudom, baszd meg. Nem tudom, tehát ez így alulról, ha hozzáérne teljesen a kipufogó, bazd meg így az alvászhoz, alulról, bazd ki, az a meleg kipufogó, ah, nem igaz, tehát így. Na jó, rendben, mindegy. Ja, le kéne szedni, igen, akkor ezt a két fost, mert ennélkül nem engedi. Miért is engedné? Ez a talicska.
Ja, és akkor szépen be is cuppantjuk az újat. Meg is van. És akkor, hát jaj, a folyadékok szokás szerint minden lötyit szépen töltsünk bele. Ami kell. Szépen kis vörös bort, meg a mi van még itt? Van nekünk itt egy, ez éppen a vörös bor, ami megy. Ez itt mi lesz? Milyen színű ez? Nézzük, azt hiszem ez kék, ugye? Nem, ez zöld. Jó, akkor ez a kivilé mondjuk, egy kis jó adag kivilé mondjuk, valamilyen gyümölcslé esetleg, szépen kikeverve. Aztán a másik, ez még itt lehet mondjuk egy jó adag tojáslikőr mondjuk. Á, mondjuk olyasmi, egy kis likőrja. Esetleg madártej, hasonló. Reméljük nem laktózérzékeny a kocsi, mert azt hiszem, hogy bajok lesznek. Jó, na nézzük, akkumulátor megvan, folyadék. Ja, olaj, igen, még kell neki a karamellkrém, ugye? Na ja, ezek olyan karamellás. Jó. Na, így meg is vagyunk, kicsit talán túl is töltöttük, nem baj. Mehetünk akkor vissza a futóműre. Amint elkészültünk a... Fel itt a rugóval, meg a kerekekkel. Jó, a kereket is földobjuk. Legyen itt multitasking ezzel szépen ügyesen. Ah, várj, ez hamarabb elkészül. Első kerék megvan. Hátsó kerék roncsterep. Azt mondja, 1, 2, 3. Ez így meg is van. Azt mondja, egy perc kimehetsz, akkor hátsó lesz. Először. Főleg azért is, mert ez... Szóval talán könnyen, mert itt kevesebb most az alkatrész, mint az elsőnél. A rohadt anyádat már megint, miért? Hát miért? De miért? 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 Ne szórakozz már, hogy megint kihagytam. És ebből is négy van, tehát akkor nem vehettem rosszul mondjuk. Esetleg majd a, hogy hívjákból nézzük, felrakom a másik oldalra. De abból is csak egy van, tehát akkor nem vettem meg. Hát baszki, nem igaz. Én szépen kihagyom itt az alkatrészeket. Szép kis kerék, félig el van bújtatva, teljesen jó. Azt mondja, mi van még itt? Jaj. És persze, azt is kihagytam. Hát beszarsz, geci. Vagy véletlenül megint nyomtam egy gombot? Menet közbe. És nem, kimaradt. Ahogy a francba maradt ki, nem tudom. Nem baj. Oké, akkor a hátsó rész az meg is van. Na most már végre földobhatjuk akkor ezt a kipufogó elejét. És a kardánt is szépen.
ott látom már megint a tükröződés elég érdekes kereteket, kereteken belül történik, úgymond. Ja, eléggé villog. Nem tudom, lehet, hogy miniatúr rave buli megy esetleg ott, vagy valami hasonló. Téli Balaton Sound? Nem tudom. Vagy valami telepi koncert. Na, mi hiányzik innen? Ja, baszkiát az izé. Nem, valamit hiányoltam a képből. Már megint. Remélhetőleg az inventoriból nem hiányolunk most már semmit majd. Ja, persze. Persejt azt viszont ne felejtsük el. És akkor... utolsó lépésként pedig akkor a bal oldalt is megcsináljuk. Ne menjél már vissza! Na, azért. Beszarsz. Jó, mondjuk erre számítottam. Na, ez azért, ja, ez az egyik alkatrész, amire számítottam, hogy hiányozni fog egy darab belőle, mert emlékeztem, hogy a másik oldalon csak egyet vettem belőle véletlen. Úgyhogy erre gondoltam, hogy ez hiányozni fog. Jó, ebből is veszek még egyet just in case, de úgy láttam, hogy volt. Nem baj. Jó, és akkor szépen is készült ez a kellemes kis Barbie Verda. Nézzük is meg azért azt a checklistet. Ó, oh, az a nyert picsáját. Right body window. Hát az meg hogy a faszba? Ah, nem igaz. Komolyan. Pedig volt belőle. Na mindegy. Jó, akkor most már meg vagyunk. Nézzük akkor azt a futómű beállítást először is. Amint normálisan tudok fordulni a kamerával. Nézzük, van egy sárgánk. Vagy mi az? Két sárga, egy zöld, egy piros. Nem valami szép kombó. Azt mondja, akkor ez így meg is van. Akkor szépen dobunk neki egy festést, vagy egy fényezést igazából. Alaphelyzetben szerintem matricák lesznek. Én úgy tippelem. Azt mondja, a factory color az jó lesz. Ah, hát. Wow. Na hát igen, ez is megint egy olyan festés, vagy fényezés, vagy stílus, ami kurva jó lenne, ha nem lenne elbaszva. Tehát ugye ez már innen látszik, szerintem még a videón is látszani fog, hogy mennyire el van baszva így az egész átmenet. Tehát basszus, tényleg mivel csinálták ezt? Painttel? Ezt még mindig megkérdezem, amikor egy ilyen átmenetes fényezésbe belefutok, mert ez nem igaz, hogy ilyen csíkozásba tudták csak megoldani. Mondjuk a pink részen is, a narancs és a pink átmenete is eléggé furcsa hatásban jelenik meg, de főleg a piros és a narancs, tehát az undorító. Basszus úgy néz ki, mint egy elhalványított QR kód, de komolyan. Főleg itt. Tehát ez mi a fasz? Ó, nem. Ez pedig még jó is lenne rá egyébként a kék és pink átmenettel. Ez még jó is lenne rá, baszki. Ez még GTA-ban is szerintem volt egy hasonló autón. Bazznek, de így elbaszni ilyen, de nézzétek meg azt a kéket. Tehát ez undorító. Tényleg olyan, mint hogyha egy reumás csimpánz dobta volna össze Paintbe. Windows 95-ön. 1024x768-as felbontásban. Nem tudom. Ó, hát ez még rossz. Várj-e? Nem, ez is. Mondjuk ez mivel fényes, így nem annyira vehető észre. De ott is azért ott látok egy-két csíkot, meg arra is. Mert a tükröződés eléggé elnyomja most éppen, de... ha biztos, hogyha flycam-mel oda mennék, tudja, hogy látnánk. Viszont ez az autó, amelyiken a legtöbb ilyen átmenetes van. Ez biztos, ezen négy darab volt? Három, várj-e? Egy, kettő, három, ja. Igen. Négy darab. Hát egyébként jó. Tehát ez... vagy három darab, bocsánat.
Nem rossz, nem rossz, csak mondom, szar. Tehát ez a baj vele. Nyomjuk egy dynót is még akkor így. Ha már erre felé tevékenykedünk. Szokásosan nyomunk neki 9 darab váltót, csak mert miért ne. Na, működj. Aztán van itt egy karburátorunk, amit ugye tudunk itt egy picikét mókolni. Ó, pont a mínusz kettesen állt meg, nagyon jó. Kár, hogy rossz irányba mozgatom már megint. Jó. És akkor nézzük meg, hogy mit fut. Na, 515 lóerő. Nem rossz. Azért szép lenne. 224, 77%. Na várjunk. Azt mondja... Jó, itt legalább rendesen ment a matek. Nem úgy, mint a egyik korábbi motornál, ahol egy lóerő az úgy elszaladt valamelyre. Nézzük akkor gyorsan ezt a belteret, hát na az ott eléggé disgusting az a tükrözés. Azt kell, hogy mozgatom az egeret és vele együtt mozog a tükröződés. Ez eléggé szar, ezért nem szeretem ezek a króma alkatrészeket egy ilyen játékban. És nem értem miért csinálja ezt egyébként. Tényleg próbáltam arra gondolni, hogy itt ez a dupla tükröződés ne legyen, de ott például olyan a felület, amiről nem tudna újra visszatükröződni, tehát... Nem igaz. Nem tudom, ez szimplán ilyen lett a játék. Nagyon furcsa a tükröződése egyébként, de bizonyos pontokban rohadt jó, de amikor ilyen furcsa irányból megy a kamera ív, ahogy éppen rámegy, ugye az angle, akkor így teljes mértékben elfossa magát, és iszonyat furcsa. Egyébként. Mert nézzétek meg a kormányt, tökéletes tükröződés, de aztán ott van oldalt a izért, az el van baszva az egész. Na mindegy, a beltér egyébként teljesen alap. Tekergetős lámpa. Az nem tudom mondjuk, hogy az ott egy külön gombe így a klíma alatt, mert szerintem a felső kis köröcske ez a klíma lesz. Alatta fogalmam sincs, hogy az ott egy gombe, ott van egy indító. Lehet, hogy a gomb, mert végén, mivel szerintem az a vezéled a izéket, a lámpákat. Ott van egy rádió, eléggé alap, egy kesztyűtartó szokásosan. Meg hát ugye ez a vanília színű bőrhúzat kb. Meg egy fekete belső. Egyébként stílusos. Továbbra is azt lesz számítva, hogy szar. Na jó, nézzük meg, hogy mit fut. Hát az elég szépen megy, 250. Fordulat az még mászik fölfele, úgyhogy még szerintem így 5-öst azt tudunk neki majd adni. Vagy mégse. Jaj, de szenved az a fordulat számmérő. Olyan, mint ugye néha azt veszem észre, hogy egy picit visszaesne. Na, nézzük akkor az ötödiket. Még van benne egy kis erő. Egy hangyányit. Jaj, de érzékeny, még ennél az autónál is basszus a kanyarodás. Hihetetlen, hogy egyszerűen képtelen vagyok egyenesbe hozni, mert annyira érzékeny a billentyűzet is. 276. Hát van egy olyan érzésem, hogy 277-nél ez így ki is maxolt. Mindjárt elérjük a falat.
Na. 278. De nem, ennyi volt. 79 már nem lesz meg. És ennyi. Viszont a féklámpa az legalább jól néz ki. Ja. Na mindegy, hát 278. Nem rossz ez, nem rossz ez. És egyébként meg, hogyha a belteret megnézzük, a frances emberét, hogy pont akarod a kormánnyal. Tényleg. Azt mondja, 120. Hát ez is szerintem mérföld per óra lehet. Egyébként a max. Szóval, ja. Nem rossz ez. Jó lett egyébként, külsőleg így jól néz ki, a fényezés el van baszva, vagy a matricázás, vagy ez az átmenetes szín, ki hogyan akarja hívni. Ó, hát persze, hogy most megint pont erre fordult a kormány, akkor várjatok. Nézzük meg. Na, úgy már jobb. Tényleg nem tudom, mit, teljesen random egyébként tényleg, hogy melyik irányba fogja forgatni a kormányt. De inkább erre forgatom, mert ugye ebből az irányból fotózzuk, úgyhogy legyen már normális. Bár mondjuk a felnél az nem nagyon látszik, mert benn van az autó alatt nagyon. Még a motorháztető is basszus elég érdekesen tükrözi, mert ott is van egy kis chrome rész. Na mindegy, hát egy általános képet így fogunk csinálni róla. De egyébként... Na, várjál, középre álljunk már be valahogy csak. Az a probléma, hogy olyan hosszú az autó, bassza meg, hogy egyszerűen még az óráról sem lehet normális képet csinálni. Azaz még süsör rá a nap, hogy a színe is még egy kicsit fakóbb legyen. Kösz! Végül is, tehát ez így... Na jó, van, legyen így, akkor aztán kész. De ez van. Ja. Szóval akkor... Azt mondja, hogy kedvileg eldolerádó. Azt mondják rá. De egyébként én továbbra is kíváncsi lennék még egy dologra, hogy mondjuk ha... Azt a filmet írom be neki, hogy mondjuk... Ghostbusters, az eredeti. Azt mondja, egy kicsit a DCB, vagy hogy volt? Hát esküszöm, amit az előbb néztük azt az autós szart, na mindegy. Nézzük, hogy az mi volt. Az Eco, igen, az Ectomobile, az milyen autó volt. Az is mindig elfelejtem. Cadillac, 1959-es Cadillac, micsoda? Igen, da-da-da-da-da. Hol írják? Cadillac, ott van. Cadillac Miller Meteor Sentinel. Ah, cute name. Aha, igen, mert ez direkt egy ilyen, ez az a ez egy csomó, tehát ilyen, ja, ilyen pakolós, hosszabb, kicsit kombisabb stílus, viszont az eleje, az szerintem az ki egy az egyben így innen van. Majdnem. Lámpák azok úgy nagyjából. Az eleje az mondjuk nem, azért az sokkal másabb. Ja, igen, ennek egy kicsit, ráadásul kicsit hosszabb is, ahogy elnézem itt az orr része alul. A lámpáktól sokkal jobban kijön. Na mindegy, nézzük akkor, hogy mennyi az annyi. Azt mondja, hol van? Hol vettük? Ronstelepről szereztük, nézzük. Kemény 5000-ér és majdnem egy 100-asér megy el. Na, ez már jó, ez már jó. Ezt el tudom fogadni. Ez jó, 91 000. Ez fasza. Fasza ár. Jó, rendben. Na, hát a következő autónk pedig akkor ez a flamós lesz, amit egyelőre szintén nem tudom, hogy pontosan milyen autónak a hasonlása pontosabban így a való életben. I6-os motor lesz benne. Érdekes az, hogy itt most nincsen egy I6 DOHC van neki megadva, a swap option nincs. Ami érdekesség, hogy két konfig van. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy a másik konfigban esetleg milyen másik motor van esetleg. Mert ugye itt is egy car version 6B-nk van, ami szerintem már az erősebbik fajta. És lehet, hogy a standard verzióban meg, nem tudom, kapott egy
valamelyik másik i6-os motort. Minden esetre ez is érdekes autó lesz, ez egy kis, szintén olyan kis kellemes restaurálós autónak ígérkezik, régi autó ráadásul ez is, mikori? 72-es, ajaj. Úgyhogy ja, utána viszont egy nagyon érdekes autó fog jönni, ami nem tudom biztos, de eléggé ilyen Pontiac Firebirdre hasonló, sőt, valami olyasmi, Chieftain Bandit. Meg fogom ezt is nézni majd, hogy pontosan melyik modellre hasonlít leginkább, és itt is van két konfig, úgyhogy majd azt is megnézzük. És közben pedig a parkolóban akkor lepakolom a következő autót is, ami ez a Scio, na jó, LX550, azt ott bassza meg, ahol van a, aki ki akarja ejteni ezt az automárka nevet, mert ez így, nem is tudom, ez olyan, mint az az új kínai családi automárka, ami most nagyon be akar jönni Európára, nem is tudom már mi a neve, annak is ilyen tripla Y, vagy mi a faszon van benne, és ilyen teljes mértékben kiejthetetlen, tehát hogy így, pedig emlékszem, még a Mitsubishi-vel is mennyit szórakoztak, ugye nagyon sok ember még, főleg még a nálam idősebbek, ugye, még úgy hívja a Mitsubishit, hogy Mitsubishi. Tehát ugye C-vel mondják az egészet, pedig ugye az teljes mértékben téves. Úgyhogy ja, tehát az Mitsubishi. Ezt ugye többször is klarifájolta, úgymond a gyártó, hogy hogyan kell ejteni a nevüket. Bár még ez is olyan, hogy a kínaiak még a Nissant is máshogy ejtik, tehát meg a japánok. Na, lehívjuk ezt is, ez nem tudom, esküszöm, nem tudom kinézni, mire hasonlíthat. Chrysler, talán valami Chrysler, én arra tippelnék, ez megint csak egy tipp. A felnél viszont kurva jó, már innen látom, tehát az úgy passzolni fog hozzá, szerintem le sem fogjuk cserélni. Mi van ebben egyébként? V8? Aha, V8 Zio-AC AXK, rendben, jó is lesz. Szépen tuningoltan, egyébként eléggé Chryslernek tűnik. Meglátjuk. Baszki, itt 3 konfig van. That's cute. Na, akkor ezt meg főleg meg fogjuk nézni ott. 3 konfigot. Na mindegy, ezek lesznek a következő autók, akkor szépen megyünk sorban, és akkor utána még van egy a parkolóban, ez a Kieran, ami valamelyik Ford Escort talán. Esetleg egy Fiesta. Fasz tudjá. Nagyon volt. Akkor várlak vissza titeket a következő videóban. Sziasztok!